Sziasztok! Üdv ismét itt nálam az Alma Papin. Sorry, hogy kimaradt egy videó, de egyszerűen nem vagy alig érem magam utól a munkában. De most egy ilyen kicsikét lazább hétvége ígérkezik, úgyhogy most úgy gondoltam, hogy felveszek nektek pár dolgot, ami történik velem egy blog keretében. Aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakulnak a dolgok, tartsatok velem. Megjött a John, úgyhogy most már itt van, és nagy hír van, képzeljétek el, mert nagypapa lett, megszületett az első unokája a lányától, és hát baromi happy, szóval valószínűleg ez tényleg egy ilyen semmihez nem fogható érzés, hogyha az embernek unokája születik. És ugye akkor, tehát látom a képeken is, amiket készített, meg egyáltalán most is sugárzik, szóval félelmetes, tehát tényleg nagyon-nagyon látszik rajta, hogy boldog, és ez, én is annyira boldog vagyok miatta, hogy csak na. És hát persze már úgy üdvözölt, hogy hello grandma. Úgyhogy végül is én is nagymama lettem ilyen értelemben valamennyire. Biztos vagyok benne egyébként, hogy én is nagyon boldog vagyok, mert nagyon-nagyon cuki a papa, kisfiú. Hogyha nekem is ugye saját unokáim lesznek, akkor hát most még egyébként tényleg nem tudom elképzelni se, hogy ez milyen érzés lehet. Illetve elképzelni nem tudom, viszont látni látom a Johnon, hogy mennyire boldog. Úgyhogy azt feltételezem, hogy valószínűleg rám is így fog ez hatni majd. Egyébként még önmagában boldog vagyok, hogy egy kisbaba született, szóval most azért, mert ilyen step grandmother vagyok, attól még mégiscsak tényleg nagy vagyok, úgyhogy tényleg én is alig várom, hogy majd amikor megyek Angliába legközelebb, akkor lássam a picit. Egyébként futottam ma is, most már ugye az 5 kilométert azt le tudom futni, nyilván nem egyben, tehát hogy egyben, de hogy néha-néha belesétálok, úgyhogy azért még az időm annyira nem jó, de ilyen 9 perc alatt cirka-mirka lefutom. Hát a három, a jó 3-4 kilométert azt már ilyen 8,5 perc alatt lefutom, szóval az teljesen rendben van. Úgyhogy alakul a pite, és a rendszeresség a legfontosabb, gyerekek, tehát minden mozgásban. Néha elég nehezen tudom magam rávenni, hogy lemenjek, meg így kikihagyok 2-3 napokat is, de azért az a célom, hogy hetente 3-szor le tudjak menni. Úgyhogy a köztes napokon pedig vagy nyújtok, vagy nyilván pihenő nap van, vagy pedig erősítek, így itthon ilyen súlyzós edzéseket csinálok, úgyhogy ez tök jó. Most nagyon-nagyon jó idő van még, már most érzem, hogy meleg van nyilván, amikor futok, de most még jó idő van, úgyhogy kicsit félek a nyártól, hogy fogom bírni a 30 plusz fokokat. Nyilván jóval korábban kell keljek, meg mindegy, de megpróbálom akkor sem kihagyni a futást. Most megyünk a városba, és megpróbálom pár ilyen fura dolgot venni, többek között akkumulátortöltőt a kocsiba, mert mondanom se kell, hogy megint nem indul, mert egyszerűen mindig elfelejtek beleülni és elindítani. Ezen azért tényleg filózom, hogy lehet, hogy el kéne adni a kocsimat, de viszont az a baj, hogy ugye az apukám már eladta, és ő már ezért nem nagyon tud vezetni, vagy nem akarjuk hagyni, hogy vezessen, maradjunk inkább ebben. És hát most ugye kacérkozik azzal, mert ő mindig ilyen új kocsikat vesz, ez a mániája, hogy akkor most megint ő vesz egy autót, és akkor úgy baromi nehezen sikerült őt lebeszélni erről, hogy nehogy tegye. Így ennyi idősen, meg egyáltalán ilyen állapotban, amilyenben van, és hogy fölösleges, mert ugye nem mennek sehová. Ahová menne, az ugye Kőtelek, ahonnan ő valósi, és ott is a temetőbe időnként, évente mondjuk 2-szer, vagy maximum 3-szor, és akkor ugye mi bevállaltuk, hogy mi levisszük őket Kőtelekre, amikor kell, tehát ez ne legyen probléma. Úgyhogy igazából néha arra gondolok, hogy annyira ritkán használjuk mi is a kocsit, meg annyira ritkán megyünk el vele, hogy csak Kőtelekre, nem tudom, hogy kell-e. Viszont ugyanakkor Kőtelek miatt meg kéne tartani az autót, mert akkor meg most, hogyha az apunak nincs kocsia, akkor most ki fogja őket szállítani. Szóval mindenképpen meg kéne tartani. Emiatt is, tehát most már Kőtelek miatt is meg kell tartani. Meg most úgy néz ki, hogy július folyamán végig itt lesz a John. És akkor én egy-egy napra, mert akkor még nem megyek a Nagyszabira, majd augusztusban fogok valószínűleg Angliába menni, hogy júliusban azért ilyen egy-egy napra, vagy hosszú hétvégére azért el fogunk menni ide-oda, és hát ahhoz meg majd azért fog kelleni vélhetően az autó. Tehát hiába nem használjuk ugye napi szinten, vagy akár heti szinten sem feltétlenül, nem nagyon szeretnék túladni rajta, úgyhogy szegény itt áll a ház előtt, ilyen szomorúan, úgyhogy nagyon-nagyon sajnálom, de mindegy, rossz érzéseim vannak szegény kocsi miatt. Mindenesetre veszünk most egy ilyen akkumulátortöltőt bele, hogy ne kelljen mindig 10x000-ért kihívni a szervizt, hogy indítsa be. Aztán mi van még valami fura dolgot veszünk. Ja, a DJI Osmo-hoz akarok egy ilyen
ilyen állványt, amit amiben beleteszem, és akkor ugye úgy is tudok felvételeket készíteni, hogy nem csak fogom kézbe, hanem lerakom valahová, és nem félek attól, hogy felbúr, mert ez ilyen vékony, hosszúkás valami. Meg még valami tollakat. Ja igen, de Johnnak volt szülinapja, és akkor még ő neki még veszünk valamit, amit így tőlem kap. Úgyhogy meglátjuk. És elmegyünk majd vacsizni ma. Muskátli osztás van. Hát nem tudom, ezt végig álljam-e. Na, baromi gyorsan végeztem itt a muskátli osztásnál. Az a vicces, hogy pár száz forintért lehet muskátlit kapni, és az emberek őrült módon állnak sorba, köztük ér is, úgyhogy én sem vagyok külön. Nem tudom, miért van ez, mondjuk én nem vagyok az a fajta, akit csak azért, mert ingyen adják, akkor én sorba állok, de tényleg nem. Úgyhogy ezt most, hogy ezt miért csináltam? Na mindegy, rengeteg van nekik amúgy, annyi, hogy fú, nagyon-nagyon sok lett, ugye meg is mutatom nektek, hogy mennyi, úgyhogy van bőven, tehát nyilván akkor elhoztam, és tényleg konkrétan 5 perc alatt lement a sor. Már nem tudom, mennyire látszik, de azért van bőven. Because the Jesus I got to know, azt mondta nekem, he told me, it will ever hurt. John ezt szeretné, ilyen ródiát, ezeket szereti, ebben a méretben, csak nem barnát, és ez egy darab van, és ez egy elég jó bolt egyébként, ebből ez egy darab van sajnos. Mondjuk nekem tetszik ez is, ez ilyen vászonborítású, és az nagyon tök szép ez a kis méhecske rajta, de én mondjuk nem értek hozzá, tehát ez nem bullet journal, ez csak sima. És elég jó nagy mérete van. Kiszabadultuk végre a West Endből, nem is tudom, hogy miért jöttünk ide, mert régen voltam itt, de rémes ez a hely, gyerekek, szóval borzasztó, nem tudom, mikor voltatok a West Endben utoljára, de én még ilyet nem éltem, ennyire pocsét plázát, szóval levegőtlen, zsúfolt, hatalmas, teljesen észszerűtlenül, és nem lehet sehol se tényleg leülni, szóval borzasztónak borzasztó. Úgyhogy ezt persze nem tudtuk elintézni, amit szerettünk volna, úgyhogy most menjünk tovább. És fizetni kell a WC-ben, a WC használatért. Azt hiszem a Corvin plázában van még ez, hogy fizetni kell a WC használatért. Meg így, nem tudom miért egyébként, de 200 forintot azért kibírok, de azért ez abszolút nem fair. Általában nem szokott kelleni plázákban fizetni. Na, voltunk a Pirexben, és John megkapta a lámi tollait, mert gyűjti, ez a kedvenc tolla. Már van egy csomó neki, de úgyhogy most tőlem is kapott még egy párat. Ez a legjobb pizza a városban, a Dalello. A Márvány utca sarkon. Isteni. John kedvence.
Johnnal úgy döntöttünk, hogy rendbe tesszük a zoknis fiókot. Rengeteg ilyen félpár használhatatlan zoknink, meg ez az én halmom, az az ő halma. Mondjuk nagyon látszik, hogy az nagyon szépen rendben van. Úgyhogy ezeket most kiszortírozzuk. Ez sem lesz kicsi feladat, most éppen dobálja ki a fiókból a cuccokat. A tegnapi nap tök jó volt, mert itt volt a lányom a barátjával, és voltunk az anyuéknál, úgyhogy ott ebédeltünk, aztán elmentünk egy kicsit mászkálni, meg kávézni. És most egy kicsit pihizünk, amellett, hogy két fiókot itt a gardróbban rendbe tettem. Ugye az oknis fiókot kiszelektáltam, és a fehér nemis fiókot is kiszelektáltam, úgyhogy ezek most megvannak. Hát nem tudom, gyönyörű idő van meg minden, de így ma nincs kedvem se futni, se mászkálni. Szerintem tegnap előtt egy ilyen jó 20 000 lépést tettem, úgyhogy így még futás után is mászkáltunk egy csomót a városban, úgyhogy ez így egyelőre elég volt nekem. Szóval szeretném magam picit kipihenni, mert aztán a jövő hét az megint nagyon zűrös lesz. Úgyhogy valószínűleg olvasgatni fogok most délután. Egyébként Murakami Harukinak Amiről beszélek, amikor futásról beszélek című könyvét olvasom. Hát nem egy vastag könyv, tehát egy félig már átrágtam magam rajta. Nem túl vastag, és nem is túl izgalmas, tehát egy kicsit többet vártam előszintén, de szóval szerintem nem ez a legjobb műve Murakami Harukinak. Ez egy ilyen önéletrajzi ikletésű valami, tehát nyilván arról ír, hogy hogyan és miért kezdett el futni, miért, igen, tehát főleg ez a lényeg, hogy miért fut, hogyan fut, és ez hogy kapcsolódik az íráshoz, tehát érdekes lényegében, de valószínűleg nem tartozik a nagy művei közé. Viszont, amit nagyon szívesen olvasnék, az Paul Austernek a New York trilógiája, ami a kedvenc könyvem, és most, hogy szegény meghalt, nem olyan régen, egyébként ennyi idehoztam az összes Paul Auster könyvemet, és szerintem még több is volt, csak nem tudom, hogy hol vannak. Köztük ugye a New York trilógia, mert azt tudom, hogy kölcsön adtam egy párszor ennek, annak, amannak, de, és többnyire vissza is kaptam, de azt hiszem, hogy akinek utoljára kölcsön adtam a New York trilógiát, attól nem kaptam vissza, valószínűleg, mert hogy nem találom. Pedig most annyira szívesen elolvasnám, és képzeljétek el, hogy bementem az összes könyvesboltba, meg online is megnéztem, és nem lehet kapni. Antikvár kiadásban is egy ilyen 25-26 000 forintet köszik, de azt azért nem. És akkor az egyik könyvesboltban mondták, hogy nyugodjak meg, mert nyáron újra kiadják az összes Paul Austert, és többek között nyilván a New York trilógiát is. Úgyhogy hát addig azért azt szerintem ki fogom bírni. Sőt, lehet, hogy már a könyvhétre ugye meg fog jelenni, nem tudom, de hát majd meglátjuk. Mindenesetre azt roppantul sajnálom nekem, ugye az angol nyelvű második, azt hiszem, hogy második kiadás volt meg a New York trilógiából, ezt még Amerikában vettem a 90-es években, és az volt az első könyv, amit Paul Austertől olvastam, és hát akkor vált nekem óriási kedvencem, mi Paul Auster, szóval szerintem az egyszerűen zseniális az a könyv, tehát ugye három kis történetről van benne. És most megint úgy elolvastam volna, mert már régen olvastam, de még ugye ami tetszett, az Illúziók könyve is nagyon tetszett, a Mr. Vertigo is nagyon tetszett tőle ezeket, és viszonylag régen olvastam, aztán a Láthatatlan, nem minden tetszett annyira, ez a Láthatatlan talán nem annyira, a Szemön életrajza, ez a Máról holnapra, hát ez sem annyira szenzációs, és a Brooklyni Balgaságok, ami viszont jó volt, és nekem tetszett. De hát emellett még vannak rengeteg jó könyve van amúgy, amit én még szívesen olvasnék, és valószínűleg meg is fogok venni. Csak ugye ő sok így egyszerre, hogyha egyszerre akarsz több könyvet olvasni tőle. Tehát még az, hogy elolvasok egy könyvet, vagy amikor elolvastam egy könyvet, akkor utána így hónapokig, évekig nem vágytam még egy Paul Auster könyvre, hogy őszinte legyek, de amikor viszont olyan hangulatom van, akkor viszont tök jó.
És ha már pólóztál, akkor még azért annyit elárulok, hogy képzeljétek el, hogy össze akartam vele futni. Ugye többször voltam már New Yorkban, a 90-es években ott is dolgoztam egy ideig. De nem is tudom, hogy akkor volt-e, vagy aztán amikor később visszatértem valamilyen más apropóból, menhettem, ugye ő Brooklynban élt, és ellátogattam Brooklynba. És úgy volt egy sejtésem, hogy merre lakhat egyébként, és akkor úgy mászkáltam arra meg minden, mondjuk egész Brooklyn nem olyan marha nagy már, mint az a része, ami a fő rész, ugye a Brooklyn belváros rész kvázi, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok. Szóval az nem olyan marha nagy terület, és abban bíztam, hogy össze fogok vele futni. Úgyhogy ilyen teljes rajongó voltam, de hát aztán ez persze nem történt meg, sajnos. Úgyhogy, hát igen, ezt azóta is nagyon sajnálom, de egyébként, amikor nem tudom, valamelyik videómban azt hiszem mondtam azt, hogy író szerettem volna lenni, mert ugye feltettem nektek is a kérdést, hogy azzal foglalkoztok-e, amivel szerettetek volna, vagy amik szerettetek volna lenni gyerekkorotokban, fiatalkorotokban, és tök jó válaszokat írtatok, és ugye én akkor említettem, hogy én egy időben író szerettem volna lenni, és elsősorban, és főleg azért, mert ugye megirigyeltem kvázi azt az életformát, amit így az írók, ami az íróknak van. Jó, akkor már mondtam, olyan kicsi, mert ilyen 20-as éveimben jártam, amikor ugye Paul Auster először megismertem, vagy megismerkedtem az ő könyveivel. És igen, szóval határozottan emlékszem, hogy ugye elindult a fantáziám, hogy ő hogy írhat. Tehát nem csak az, hogy miket ír, hanem hogy mint író, ugye, hogy élhet, milyen körülmények között, hol, milyen lehet a napirendje, stb. És úgy elkezdtem fantázálni, na igen, hát ez nekem is tetszene. És az az érdekes, hogy az még jobban ráerősített arra, hogy na akkor én milyen jó lenne, ha író lennék, meg mert akkor ugye én is élhetnék így. És hát az a vicces, hogy egy férfiról beszélünk, tehát hogy most én, mint nő, nem tudom, hogy miért irigyeltem meg egy férfi írónak az életvitelét, vagy az életmódját kvázi. De minden esetre ő egy ilyen példakép volt számomra hosszú ideig, sok szempontból. Na, úgyhogy most megyek is olvasni, be is fejezem ezt a kis vlogot. Hát remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor ezt kérlek tegyétek meg, és tartsatok velem legközelebb is a legközelebbi videóban. Sziasztok!